is. Azt mondja, Juti, nem akarsz megszólalni? Én úgy élveztem. Még! Ez egy nagyon nagy öröm, főleg ugye másfél-két millió ember nézi ezt a műsort, vagy nézte legalábbis eddig, de azért még nagyobb élvezet, hogy egy másik másfél-két millió meglátja, és azt mondja, itt a méter. Na. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, és úgy érzem, az ötödik évad első adása elegendően nagy ünnepi alkalom ahhoz, hogy ehhez társíthassunk egy igazi ünnepi beszédet. Valaki már rosszul lett. Lesz utána örömkoncert is. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Jövőre az M7-essel bekapcsolják az éltető európai vérkeringésbe Becsehelyt, Letenyét, az M70-es, illetve 70-essel Tornyi Szent Miklóst, az M30-assal Emőd és térsége sok-sok települését és polgárát. Kérem, őrizzük meg a 164. adás méltóságát. Nagy felfedezés történt, mert eddig is tudtam, hogy a Meggyesi beszédírója az nem egy normális ember. De én nekem azt mondták, hogy ma a saját szövegét olvas. Ezek szerint maga írja Meggyesi beszédeit. Hát igen. Engem ez nem lett meg. Az rendben van, hogy aki írja, nem normális, de aki elmondja, ott is van valami baj. De most én mondtam. Még te vezeted a műsort? Micsoda? Ja, hogy megyek tovább, ugye? Nem, de te vezeted a műsort? Ezt itt? Hát azt hittem, hogy csak meghatározott időre vállaltad. Nem, nekem úgy tetszik itt. Na, de hát mostanában a miniszterek csak meghatározott időre vállalják. De biztos, hogy így van, csak titokban. De... Majd utólag megmondja, hogy meghatározott időre. Hát még egy pár nap cáfolták. És abban a pillanatban elkezdnek valamit cáfolni, rögtön fölüti a fejét a kételj. Te így most, hogy belegondolok, a Hornnal én is abban állapodtam meg, hogy 6 napig leszek állat. Egy optimális időtartamot. Szóval vége a nyárnak, és megint nem volt uborka szezon, de ezt minden egyes szezon elején újra és újra elmondjuk. Egy ideje már nincs uborka. Például ugyebár Dávid Ibolya elhárította a Fidesz kettős pártagságra vonatkozó indítványát. Kunce Gábor összeírta magamnak, határozott kiállása is az adócsökkentés ügyében. Már a koalíció stabilitását is megingatta, csak nem tudom elolvasni a saját írásomat. Pártokon belül voltak látványos villongások. Emlékeznek? Lezsák Sándor úgy gondolta, hogy Dávid Ibolyát le kellene segíteni, vagy lökni az MDF. Erre nem emlékszem, én akkor aztán vitorláztam. Ennyi minden történt. Ennyi volt. Apropó vitorlázás, onnan jól látható Gyurcsány Ferenc balatoni házikója, ugye azzal is volt egymás, annak megítélése az MSZP-n belül, különböző véleményeket szült. Nem látható jól, mert én Horvátországban vitorláztam. Van ez a vicc, hogy Jean mit csinál a szekrényel, eszik, nem uram, csak számba veszem a fehér neműket. Épp számba vettük a híreket, és... Istenem, hogy ez a nyár hogy elszaladt, arra. Várjál, az a szörnyű, én most már főnök. Jól tudom? Te? Istenem, igen. Az még nem volna baj, de koncepciót járt, az a koncepciót. Műsorigazgató. Te is a Jáksó alatt van a csiszár, közvetlenül. Igen. Olvastam. De most komolyan helyezkedtem volna el a szépségiparban? Itt tulajdonképpen, ha az eszedet nézzük, tök mindegy. Az, amit nők tudnak egymásnak mondani, hogy okos. És a legfrissebb hír, hogy ugye lemondott Csehák Judit egészségügyi miniszter, így sorba vettük kis foszlányokkal, de a világban is történtek fajsúlyos és drámai dolgok. Például szétment a Tatú együttes. Igen, komolyan. Mi elmelegültek egymástól, van?
Meg Madonna ugye lecsókolt a Britney Spears-t és Christina Aguilera-t, igazi csókolt. Mi hol voltunk ez én alatt? Nem, én nem tudom, úgy nézek, nem vagy, mint a moziba, én komolyan mondom. Ha meg lecsókolt? A tatu szétment. De az az, ami le... Őszintén szólva... Én járok az állatkertbe, ott egyben van még a tatu. Mondjál még négyet ilyen buzis hírt, hogy mi volt a nyáron. A tapír, ami közel áll önhöz. Szóval, ötödik éve beszéljük át önökkel a híreket, és Bajor Imrével! Gábor Jánossal! Hernán Ildikkal! Verebes Istvánnal! Henrikkel! Farkasházi Tivadarra! A K&H Broker botrány Gera Antal és Molnár Csaba rendőrtisztek által ismertetett verziója szerint jelenleg 62 károsultja van az ügynek. Kulcsár Attilának 141 ügyfele volt. A piramis játék 10 milliárd forintnyi elsikkasztott pénzről szól, amelyből 6,2 milliárd utolsó állomása ismert. Két szír férfi vette fel 10 és 100 milliónként. Egyiküket letartóztatták... Volt aprójuk. Egyiküket letartóztatták, másikuk Damaszkuszba menekült. Az eljárás során eddig 69 országot keresett meg a rendőrség. A botránnyal kapcsolatban Dávid Ibolya úgy vélekedett, hogy ha egy országnak két politikai elitje van, akkor hamar megjelenik egy olyan gazdasági elit, amelyik megkeresi mindkettőhöz a maga bejárását. A kiépített kapcsolatrendszer pedig arra szolgál, hogy bárki van kormányon, a felelősségre vonást elkerülhesse. Ez szép, na de hol gazdasági elit ez azért? Ez gazdasági elit? Hát ezt így hívják. Ezek aviatikusok maximum. Repülőgép, pilóta, mindegy. Mi az, hogy károsult? Miért károsult az, akinek van 600 milliója, odaadja egy ilyen embernek, hogy azt tegye be egy offshore cégbe, mert akkor úgy lehet visszaszármaztatni, hogy nem kell leadózni. Hát ez nem károsult, az adócsaló, azt úgy hívják. Ebben nem tudok, hogy ez van Bajornak, mert nem fogja érteni. Hogy honnan van a 600 millió? Nem. Hát az egy másik kérdés. Hát hogy ne lenne 600 millió? Nem az, mert most úgy néz ki, hogy van 20 milliárd veszteség. Ez a 20 milliárd veszteség úgy néz ki, hogy mondjuk te kerestél 600 millió forintot valahol. El tudod képzelni? El tudom. El is tudja költeni, nem csak képzelni. És fizetnél utána 300 millió adót? Én fizetnék. Nekem jobb ötletem van. Igen. Add oda, és én befektetem. Jó? Én értem, hogy te hogy okoskodol. Na, add oda, én befektetem, jó? És akkor jó, mi lesz? Befektettem. Jó! Imre, van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb? A rosszat. Befektettem, de elúszott. Az ez egész? Ugye most a broker cégnek vesztesség. Igen. Meg neked is vesztesség. Mondd a jót. A jó hír az, hogy egy arab ismerősöm magával vitte, és itt van egy szám, és Luxemburgba felveheted. Na. Én elég figyelmesen olvastam ezeket a cikkeket, csak két apróság. Azt mondja ez a megvett Szász Károly, a pénzügyi szervezetek megvet, állami... Megvert, igen. Azt mondta, köszönet illetné a PSAF, tehát ennek a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, meg szakembereit, amelyet rájöttek, hogy a KSH Bank broker cégénél történt, visszaéléseket. Rejtőr Tibor, a KSH lemondott vezérigazda azt mondja, mellesleg a PSAF néhány hónapra ezelőtt zárta le teljes körű átfogó vizsgálatát, ami olyan jól sikerült, tehát ez még a botrány előtt volt, hogy hosszú évek óta először fordult elő, hogy egy nagyobb bankot nem sújtott pénzbírsággal. Magyarán ők felfedték, csak előtte nem fedték fel, világos, ugye? És azt mondták, hogy még pénzbírsággal sem sújtottak, ami egyébként mindig találnak valamit, ha szőröznek. Most itt nem szőröztek, most azt nem tudom, hogy ez a Szász Károly mire büszke.
Nekem egy kérdésem van, hogy azok a bizonyos befektetők, akik olyan súlyosan befektették ezeket a pénzeket, és végül is ez egy pilóta játék, azt mondják tulajdonképpen, egy arra az alapra épült ez az egész fel. Az illető azt nem tudja, ki betette. Igen, de azért érdekes módon azt mondják, hogy ez a bizonyos elit klub, akik ilyen nagyobb összeget, 30 milliónál nagyobb összeget fektettek be, ezek nem nagyon érdeklődtek a számlájuk iránt, és ezeknek volt megígérve az a bizonyos 20% fölötti. Ha a nejlonzacsiba hozzák a pénzt, akkor nem kell számla olyankor. Igen. Igen, csak annyit akartam így megkérdezni, hogy azért az az ember, aki ezt elhiszi, és akinek ennyi pénze van, szól, hogy őszintén szólva az olyan tisztességesen, mert én általában azon szoktam csodálkozni, aki pilóta játékba belemet, hogy azt gondolom róla, hogy hülye. Ezekről valószínűleg nem azt gondolom, hogy hülye, hanem az, hogy tudták, hogy mit csinálnak. Ennyit akartam mondani. Szerintem a legjobbat szerintem megtaláltam. Ilyen dokumentumot nem olvastatok. Felolvasom a tartalmát, de mutatom itt a kamerának, hogy nem hülyéskedek. A tekintsd meg... Nem bízol benne, hogy hisznek neked. A Népszavából van. A csütörtöki ja, Népszavából tegnap előtt jelent meg. A tekintsd meg futva az esti Budapest gondolati egyében, ma szombaton kerül sor a 8. K&H éjszakai futásra. A K&H éjszakai futás útvonala a futóversenyek között egyedülként átvezet az alagúton. Minden hiszem, hogy Bécs, Damaszkusz, Klarkádán tő. Minden induló egyedileg emblémázott sötétben fluoreszkáló pólót kap, valamint részt vesz a verseny követő sorsoláson, ahol K&H ajándékokat lehet elni. Most jön a slusszpoint. Hol van a start? Hol? A BM elől. Mutattam, hogy nem hülyéskedek. Ez ma éjjel van? Ma éjjel? Igen, még lehet. Odaérünk. Ez, bocsánat, ez a Szirbali, olvastam az újságban, a Király utcában van neki egy étterve. Szirkele. Abban az étteremben 98-ban bombát találtak. A mosdóban. Azóta figyelte őket a titkosszolgálat. Miért nem vették őket őrizetbe, mire mit mond a rendőrség? Évek óta Magyarországon élnek, itt alapítottak családot, szeretik a családjukat, nem fognak megszökni. Hát az a 6 milliárd, az tényleg semmi. Egyébként megmondom össze, én se figyeltettem az éttermet, mert egyszer ingyen ettem náluk. Borzasztó. Érdekes. Hogy a Josip Tóth, a Kaja Ibrahim, a Hassan, Massan, Bassan. Miért nem Kis József, vagy Mélai Sándor, vagy mit tudsz? Nekik vérükben van, vérükben van. Havas, te fönntartasz... Na hát ezt a rasszista dolgát eszem. Havas, te fönntartasz egy iskolát, ugye? Nem. 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 Az iskola tartja fönn a Havas. Diplomát a szegény fiatalok kezébe. Az ember, aki a magyar oktatásból jól jár. Itt még egy ember, aki... De 5 évi kemény munkával diplomát a szegény fiatalok nem kezébe. Nem én az egyetem, én csak egy vagyok a sok oktatók közül. Egyetem, hát fulla. Ennek a Kulcsán Attilának éhegységie sincs, hát akkor érdemes tanulni? Hát Lenin akkor... Na de mit csináljon a Korpázmány Pétere? Hát mit csináljon? Akkor Lenin hazudott? Hát, ha csak ebben hazudott volna. Leninről jut eszembe. Nem, ő ismétel. Egy nagyon jól tájékozott ismerősömmel találkoztam nemrég, és mondom neki, hogy te itt azért furcsa dolgok vannak. Mert egyébként, hogy elmondjam, az egész trükknek az volt a lényeg, hogy az a néhány kiemelt vippes szakember, azok adtak, hiszen minimum 50 milliót vagy 30-at kellett adni. Most az volt a lényeg, hogy az állami vállalatok, ilyen például a Beton UTRT, amelyiknek most hiányzik az a 10 milliárdja, meg a többi, ezeknek a pénzével határidős deviza játékokat játszottak. Tehát ekkora pénzzel, amit az államiak betettek, befolyásolni lehetett a deviza árfolyamokat, és a különbözetet nyelték le, és vitték aktatáskában ezeknek a vippeseknek, akiknek nem tudom az adóügyei, hogy állnak, de ez most teljesen mindegy. És kérdeztem ettől a jól ismert, ettől az ismerőstől, mondom, ez a betonút építő RT, vegyél fel meg ezeket, mondom, nem esetleg itt valami párt dolgok vannak, vagy nem ez egész arra megy, hogy megbuktassanak egy-két pártvezetőt, és azt mondta, hogy nem. A betonút építő RT az általában olyan vörös, mint a lenini zászló. De hát mondom, akkor hogy volt ez? Azt mondja, hát a vegyépszer alvállalkozója volt a betonút építő RT. Következésképpen ebben is mindenki jó. Mondhatok valamit erre? Ez olyan, mint amikor elmegy a nő a fogorvoshoz,
nyúl a fogorvos felé, és azt mondja a fogorvos, asszonyom, hát fogja a nemi szervemet. Azt mondja, úgy van, és most mind a ketten nagyon vigyázunk, hogy egyikünknek se fájjon. Megértettem az egészet. Igen. Idáig én is vaciláltam, de így, hogy a Pista rávilágított erre, teljesen világos. Így van, bizonyám. Majd kiderül, ha kiderül, hát hol vagyunk még attól? Szeptember 4-től látható a mozikban a Segítség, hallettem című dán rajzfilm. A szereplők szinkronhangjai, ezt már úgy igen, a teljesség igénye nélkül az anya szerepében Ábel Anita, az apa Stól András, Meklöcs professzor, szor professzor Dávölgy János. Ez egy ital, a Meklöcs? Megyek tovább. Nem, ez egy forgalmazó cég fizet azért, hogy te ezt bemondod? Hát nem nekem, az biztos. De neked se. Na most Anna néni Hernádi Judit. Nekem fizet. Tényleg? Azért, hogy itt bemondjál? Igen. A franc nem esett? Ne hülyeskedj, tényleg? Azért nem, de hogy föl lehet használni a nevemet ennek a... Elhájulok, komolyan. Jó, nem olyan sokat életem, mondom, nem olyan sokat, így volt. Hogy miattunk ne tessék megnézni ezt a filmet. Sőt, ezt a filmet be sem mutatják. Nagyon keveset fizet. A Verebes micsoda benne? De le volt írva. Azt most hogy a Verebes mindeimet nem vállaltam el. Mondom, már ilyen kevés pénzért, ez meg elintézte, hogy a nevi. Hát nem olyan nagyon kevés pénz. Azt mondom, hogy az elv. Az elv, hogy ezért tessék adja. A plakátra kiírták, és valami szart miattunk néztek meg. Hát ne arra. Elég ez a szar, hogy ezt nézik. Na most ahhoz képest, hogy mekkora a szája, cápa, a behódoló hal, Verebes István. Ebben van a híres cápa. Na most a tiédért is én veszem föl. Nem szeretnélek, azt mondom, kap be az uszonyok. Valamint Dagi, mondom Dagi, Jáksó László, aki szintén hallá változott. Neked ez már a második szint. Hát igen. Te Pista, te úgysem tudod fölömúj azt a... Voltál Bagoly, nem? Bagoly? Igen, voltam. Ijaj, de édes voltam. De te voltál a bagoly. Én voltam a bagoly. Az igazgató voltam, és üptele rendeztem a Csehovokat és a Shakespeare darabokat Nyíregyházán. Negyedik, ötödik évben adott egy nagyon komoly, nagyon értelmiség kivezető, azt mondom, művész úr, hadd gratuláljak. Köszönöm szépen. Mihez? Azt mondja, a Mici Mackóba bagoly. Hát ebben a történetben, már ugyan elmondtam, de a legszebb történet... Ja, egyet hadd mondjak el, a Sztárenki Pali? Nem, csak valamit elhagyj meg, a szinkróban a legszebb ilyen történet, a Harkányi Bandi drága csillagom, Hófehérkese hét törpe, 6 napon keresztül ült a stúdióba, egy ember nem szólt hozzá, azt mondja, és hogy beívtak, itt van a diszpom, hogy már 6 napja itt ülök, és hát még nem hívtak be a stúdióba, azt mondja, nézzük mi maga, ja, kuka, nem szólal meg. Egyszer Nyíregyházán csöng a telefon, azt mondja, Sztárenki Pál vagyok, akit én szervusz, szervusz ismerem, de nem dolgoztunk még soha együtt. Na, parancsolj, aztán ne haragudjál, zavarlak, de a szavahihetőségem múlik azon, hogy most a gyerek akar veled beszélni. Miért? Mert azt mertem mondani, hogy én személyesen ismerem a Mici Mackóból a bagoly. Adnám a gyereket. Na, szervusz, aztán kislánya van, szervusz, én vagyok a... Bagoly, mondom, és ismerem apukádat. Gyerek, megnyugodott, lefekült. Rekord gyorsasággal 135 perc alatt elfogták a BRFK nyomozói azt a házaspárt, akik meglehetősen amatőr módszerekkel próbált kirabolni egy pénzszállító autót. A rablásról neked mi jut eszedbe? Úrti. És rólad semmi nem jut eszedbe? Hát ez... Raboltál? Ja, én ezt csak hallottam. Mi történt veled, Pista? De ezt olyan jó hallgatni. 730 órát voltunk kint. 730 órát. Ebből egy fél óra volt, amikor valami kisgyerek lehetett, mert az ablakon mászott be, hülyék voltunk a WC ablakon. Itt vagytunk, bemászott, és amit talált, a feleségem táskáját, meg mit vitt el még? Meg egy táskamagnót. Kisgyerek? Szerintem kisgyerek lehetett. Már egy kölök, mert ott volt még minden, tehát nem kutatott, nagyon siethetett, elvitte.
fél óra kellemetlenség, nem volt kellemetlen, én röhögtem, feleségem így reckettem. Jó, hát az ő cuccát vitték. De volt benne egy kártya, amire nem tudtuk, hogy valutás vagy nem valutás, teljesen mindegy. De attól én nem tudok ideges lenni. Ettől nem tudok ideges lenni. Ha a gyerek köhög, akkor tudok ideges lenni. Elviszik, elviszik. Vagy megvesz, vagy nem. Vagy megvesz. De, és akkor rögtön ez, hogy nereves, kirabolták, veszélyen kirabolták, meg kirabolták. Hát jó. Én nem voltam itt külföldön, de a CNN-ben láttam csak, és aztán azért... Egyet tudok mondani, egyszer úgy volt, hogy Szolnokon játszik nálam a Friderikusz, hogy egy olyan valamit csináltam, amiben egy ilyen showman kellett, és a Friderikuszra ráírtam volna. És ez meg volt hirdetve, minden, és az a Friderikusz nem ért rá, mert akkor indult neki nem tudom milyen műsora. Mondtam, jó, semmi baj, és akkor egy kis lilliputi törpével a Kölesi Sanyu játszott el. Jött a újság, mert nincs semmi balhé, kérem, jóban vagyok a Friderikusszal, nem ért rá, és nem ő játsza. De hogy akkor, de mondom, de nem, megbeszéltük, kérem a cikket, el is olvastam a cikket, korrektül az volt benne, hogy nincs semmi baj. Címlap. Verebes kirúgta Friderikuszt. És megaláztam, mert egy törpével helyettesítettem. Tiszta is, honnan tudta meg az újság, hogy Olaszországban ez történt veletek? Úgyhogy mindig megkérdeznek. Hazajövök, megkérdezem, mi volt, elmondok 100 dolgot, és a legnagyobb a***ságot megírják. Ez olyan dolog, hogy most elmondtam azt, hogy nem tudom, 100 dolgot egy újságírónak, és közte az, hogy nem, most nem rendezek színházat, abba hagytam, unom, készítő. Lejött, jön egy másik újságíró, maga föllegzősen kihirdette, hogy nem játszik színházat, én nem jelentettem ki, engem kérdeztek, és mondtam egy mondatot. Én nem tehetek arról, hogy azt ők leírják. De ezek fölhívtak egyik napilaptól, egy hónappal ezelőtt, azt mondták, hogy mivel szól meg a szemüveges? Mondom, hát igen. És színpadon hogy játszik? Mondom, szemüveg nélkül. Jó, másnap címlap. Gálvölgyi vakon játszik. Ezzel kapcsolatban is hagynak, hogy 15 évvel ezelőtt az volt első ilyen, nem tudom, milyen bulvár címlap. Azt mondták nekem, művész úr, szereti maga játszani a Szomszédokba az Oli urat? Mondom, ó, hát hogy nem mondom, nagyon. Másnapi cím, Bajor, melege vagy nem? Ez derült ki ebből. Ezzel most szeret. Lehet nevetni, de nekem most ebből ügyem lett. Mert egész egyszer most hát például... Hagyjuk azt, azért megpiszkálták a dolgot, és rájöttek mi valami. Ez hát még az áruházi lopások? Pista, ez opa. Barókát megúsztad, hogy kopasz vagy. Áruházi lopás. Nem tudod letakadni, hogy iszákos lettél. Te marha, te. Juci, azért most is már kicsit van... Várjál, a dolognak az a lényege, hogy fent most a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy az egyik ilyen ócska szemét bulvár magazin azt írta, hogy semmi nem jut soha eszébe, mondjuk, hát igen. És hogy csak felejt... Mi az a magazin, ha ilyen? És akkor mondom, és ugyanabban a szemét magazinban címlapon volt, hogy a Juci iszik. Azt mondja, Bajor, hát bármelyikünkről írhatnád a Juciról, aki soha jut eszembe, hol a viszki. Így volt? De ezt a Bajor mondta. Lassan megy. Nekem most perem lesz. Pered lesz? Beperedő. Ombudsmannál? Igazad is volt. Volt az ombudsmannál? Voltam mindenütt. Nem az igazságügyminiszternél. Tényleg? Tényleg? De és akkor... Megkérdeztem, hogy már mikor, hol tart ez a törvény most már, te tényleg? Azt mondták, az ember... művész, hogy üljön le, ígyunk valamit, beszéljünk. Politika botrány, Duna Pasti, Duma Pati, bulvár, egy kasszár hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen! Most hol tartunk? A madár meccse előtt vagyunk, vagy után vagyunk már ilyenkor? Nekem kéne ezt tudni. Előtte vagyunk. Előtte vagyunk? Előtte vagyunk. Előtte vagyunk.
Előtte? Előtte? Akkor, előtte. Akkor még nem szállt el a kismadár. Hát nem lehet tudni, hogy egy meccs meddig tart, nem? Igen. Hogy hívják az öreg bűvészt? Hogy? Csiribá. Hol legel a floppy? Hol? Diszkréten. Ezt mindenkit hoztam a nyárból. Kösz. Légy önmagad. Minden... Hallottam egy viccet. Jó. Én, aki egyet nem tudok megegyezni, ezt megegyeztem. De nem mondod el. De. Na, akkor majd utána én is mondok egyet. Megy a nyuszi az erdőben, és jön vele szembe egy méter előny. Azt mondja, én ezt magammal viszem, az medvével szemben ez nagyon jól jön. Megy tovább, jön vele szembe egy két méter előny. Azt mondja, ezt is magam viszem, ez már három méter előny. Jön egy öt méteres előny, azt is a vállára viszi, elér a kis kuckójához, beviszi az egy méteres előny, a két méteres, az öt méteres próbálja így úgy, azt mondja, kurványát, ez már behozhatatlan előny. A legédesebb vicc, amit az elmúlt 10 évben hallottam, hogy a kón haldoklik. Már jó. És ott van a Záli, mondja, az Zálika, te az én feleségem. Mert 933-ban velem voltál, amikor tönkre, nagy gazdasági válság, tönkre ment az üzlet, aztán veled voltam, Ábrahám veled voltam. Zálikám 38-ban az első zsidó törvények, amikor bejöttek, nem akkor is velem voltál. Veled voltam, Ábrahám. Aztán 44-ben, amikor elvittek Dachauba, velem voltál, mindig velem voltál, aztán veled voltam, Ábrahám. Aztán 52-ben, amikor államosították az üzletet, akkor megint velem, azt velem, 56-ban, 57-ben, amikor elvittek a államellenes izga, akkor is velem, igen. Akkor megint tönkrementem a rendszerváltás, akkor velem voltál, még mindig velem volt, igen, Zálikám, valljunk be, sok szerencsét nem hoztál nekem ebbe az életben. Egyébként a lányom esküvőjén a legjobb fej az unokája volt a Dani. Azt mondja, kérem a mikrofon. Ott van, mindenki figyel, Dani. Igyatok szert! Ekkora. 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 Hál' Istennek, már most tudja, mi a lényeg. Az összes fotó, esküvői fotó arról szól, hogy a gyerek jön be a gyönyörű, édes férjével, ugye akkor már férjével, egy kurva kép nincs róla, csak arról van ki. Don Corleo. Csak erről van. Hát rólunk is vannak át a képek, én még nem láttam, de azt mondják, azok kegyetlenek lettek. Imi. Én vokáloztam a Charlie-val, hát azért, ehhez azért már... De tényleg? Az esküvő olyan hajnali fél négy körül, hajnali fél négy körül már mondtam, hogy csak eltakarozott már mindenki. Én fél kettőt hazavittek. Hát nem mentél? Vitte. És mondom, a bajor hol van? Azt mondta, talált egy másik esküvőt oda föl. Énekel. Arra még emlékszem, hogy volt fölléptem. Én megismerkedtem a fiúval, a vejjel, egy bűbájos, nagyon helyes lett. Mi? Egy vasasincs. Nincs. Hát balettáncos, azért hát mondom, szóval bűbájos fiú, egy vasasincs. Mondtam a Charlie-nek, van az első emelete is egy föllépés. Ő is fölmegy? Hát ő sem volt már jó állapotban, úgy emlékszem. Mondta, ott is annyi ki van? Mondom, ott nem tudom ki van, de ott lehet énekelni, doszt. Ha látni, már úgyse látott, mindegy volt. Apuka, te leszóljál, szólt sem, mert... Az ő kislánya odajött hozzám, azt mondja, el tudnád intézni, hogy apám haza menjen? Légy önmagad, mindenki más már foglalt, mondta augusztus 19-én Orbán Viktor Gödöllőn egy Szent Istvánról tartott konferencián. Én azt nem tudom, hogy hol lehet ilyeneket találni, ilyen jó mondatokat. Én csak azt akartam mondani, hogy én speciál szabad vagyok, szóval... Én megmondom, hol lehet találni. Van egy Makopa nevű forráskutató, az Index szolnoki levelezője, ő találta meg a Nikodémusz atyát, és ilyenkor mindig rávetik magukat a netesek, és ő megtalálta a viccelde.hu-n meg a viclap.hu-n. Uh-huh. Ott adták? Hát előtte. Ja. De nem, ott szerepelnek ezek a graffiti közvetlen azóta, hogy Rühestől ne kérj kucsmát. Ezt is lehetne, hogy ilyen átkokat, ezt is a netről vettem le, rohadjon meg az összes befőntet.
remek. Meg a medve igyon rád vizet. A medve igyon rád. De a legjobb ez. A könnyű búvára pucolják meg a szélvédődet. Egyébként én elolvastam egyébként, hogy mit ír az újság erről az Orbán Viktor féle beszédről, azért ő a Medgyesivel kézen fogva azért sokra vinnék. Azt mondja, hogy ezt figyeljétek, hihetetlen. Nem lehetne kánonba beszéljenek? Uniós. Duetba. Azt mondja, uniós tagtársaink kötőjel, akik egyben versenytársaink is kötőjel, mind a maguk útját járják. Ezért is van szükségünk a Széchenyi terv folytatásaként az annál átfogóbb, a gazdaságon túltekintő Szent István tervre is. Most én azt gondolom, hogy kedves Viktor, létre kéne hozni a Szűz Mária terv hivatal. Mert ez onnan jutott. Oda jutott eszembe, hogy Szűz Márián visszajön a Rákosi rendszer. 3 éves terv, 5 éves terv, úgyhogy... Azt látom, 2006-ban látom magam előtt, amikor a RTL-nek a nagy országos szavazásról szóló tudósítását a Stoll Andris vezeti. Azt, na most nézzük, Viktor, Péter! Viktor, Péter! Tehát a Szűz Mária terv azért is jó, ugye, mert felcsúton... Tervhivatal. Onnan jön a többi. Szent Géza terv, vagy valami. Na, de hát felcsúton... Könyves Kálmán terv. De lehet még Álmos terv. Álmos terv. Hát felcsúton ajánlotta fel Szent István országát Szűz Máriának. Tehát logikus, amit... Hagyjatok már! Szarú vagyok, mert... Komolyát a Szuszi meg a Péter szakított. Sziszi. Mindegy, hát már az is egy nagy dolog, hogy van egy neve. De miért most azon csodálkozom, hogy Herik nem lett, van a, elindul a másik csatorn, ez a tenisz, ez a Muszáj Sándorot. Egy Muszáj Sándor. Hogy nem te lettél a nagy ő. Nem, a volt róla szó, csak hogy már tessék. A Böbe azt mondta, hogy ne inkább. Ne igen, az ötül a címben nagy én. És akkor... Én meg nézem a promócióját az Activity Show-nak, azt mondja, valamit ki kell találni ott a Tillának, azt mondja, szemüveges, nagy darab. Azt mondja, női imitátor, igaz, azt a Verebes István. És ez egy hétig megy, minden órában nyomják. Hát, tudod miért, hogy megjegyezzék? Egy rövid részlet a Hír TV Szili Katalinnal készített riportjából. Műsorvezető. Kovács pártelnök azt mondta, morálisan esetleg kifogásolható az, ami Gyurcsány üzleti ügyeivel kapcsolatos. Nincs törvényességi problémája ezzel. Ezek után önnek mi a véleménye? Szili Katalin. Hát lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Én úgy gondolom, ameddig pártunk a nomenklatúrától nem szabadul meg, addig ezzel szembe kell néznünk. A téma az MSZP keddi elnökségi ülésén is szóba került. Az MSZP megújításában vállalt szerepéről Megyesi Péter a Napkeltében ezt mondta. Egyfajta szellemi keresztapaságot lát el a folyamatban. Mit mond Szili Katalin? Azt mondja, meglepő lesz, amit mondok. Úgy gondolom, hogy ameddig pártunk a nomenklatúrától nem szabadul meg, addig ezzel szembe kell nézni, mert hogy nem újulunk meg. Hát az a véleményem, kedves Szili Katalin, hogy ebben semmi meglepő nincs, ezt eddig is tudtuk. A meglepő az, hogy végre valaki kimondta a pártvezetésből. Már a keresztapa az maffia főnököt is jelent, de hát mindegy. Igen. Most én egy fogadalmat fogok tenni. El is hoztam azt, hogy megeszem a kalapomat, csak megmutatom, hogy... Pedig olyan kicsit szép. Megeszem a kalapomat... A kint is úgy elmegy a fancsba, ahogy kinézi. Hogyha nem... Tehát, hogyha... Világos, csak kezd el valahogy. Várjál, olyat fog mondani, hogy szerintem egy látványpékségben már csinálják ezt a kalapot. Megeszem a kalapomat, ha ezt akarta mondani, mert szerintem ő nomenklatúra helyett klientúrát akart mondani. És ezt 3 dologat tudom igazolni. Az egyik dolog, hogy ez rá is vonatkozik,
tehát ha nomenklatúrát mondok be, kicsit ő is benne van, a klientúrában nincsen. Magyarázd meg, mi a nomenklatúra, mert az hiszem, a fiatalok nem nagyon tudják. Árufajták tételes felsorolása, ez van az értelmező szótárban. És valójában mi a nomenklatúra? A régi rendszerben, akik a szakszervezetben és a párban különböző. Nem. A nomenklatúra, de tényleg csak azért, hogy pontosítsuk. A nomenklatúra azon munkaköri jegyzéket jelentette, hova csak pártjóváhagyással lehetett valakit kinevezni. Tehát TSZ elnöktől szegény Antal József is a nomenklatúra tagja volt, mert őt is kórházmúzeum igazgatónak csak. Tehát a nomenklatúra, akit a párt helyezett valamilyen tisztségbe. Úgyhogy lehet, hogy nem ezt akartam mondani, de ez is jó. Hát a dolog érdekessége, hogy a nomenklatúra meg a klientúra nagyon egybeesik. Hát gondold a Nagy Imére, a Kaulás Nagy Imére, vagy a Hámori Csabára, aki ablakokat gyártott a Fejházba, vagy most postástasókat gyárt a Fejti György, a ellenzéki kerekasztal hát hőse. A nomenklatúrából lett egy új klientúra, meg kiegészült a nomenklatúra embereivel az újakkal. Csak óriási dolog, egy hatalmas botrány van egy tévesen használt szóból. A másik érvem az, hogy azóta betegesen irtózik ennek a szónak a kiejtésétől. Még az Erdély Tamás volt bankügyben, bent valamelyik televízióban, és azt mondta, hogy nomen, és elharapta magát, mert azt akartam mondani, hogy nomenklatúra, tehát a héten soha többet senki nem használta. A harmadik, hogy mondom a következő két mondatot, tehát ameddig pártunk a nomenklatúrától nem szabadul meg, addig ezzel szembe kell néznünk. Műsorvezető, mármint a diktatúra nomenklatúrájától, mi a Szili? Hát az előző ciklusétól természetesen. Na most az előző ciklus az az előző 4 év, mert az előző rendszert nem neveztünk, mert akkor volt Kádár ciklus, meg Horthy ciklus, meg Ferenc József ciklus, meg Kossuth ciklus. Akkor 40 éves ciklus volt. Úgyhogy ez nem stimmel. Szóval egyébként az igazság, hogy nem mindegy, hogy kurva elfoglalt vagyok, vagy fordítva. Szerinted itt a nomenklatúra helyett igazából klientúrát akar gondolni, akkor mondok neked valamit. A következőt is mondta, én jogász vagyok, mondja Szili Katalin. És tisztában vagyok azzal, mit jelent az ártatlanság védelme. Na most jogász... Imi, állj föl, mondd még egyszer. Tehát te egyszerű magyar állampolgárként... Védelme! Azért nem telt el nyomtalanul az anyád. Az. Nem anyára, 4 év, nem kárba veszett idő. Így van. Mit csiszolottál? Vélelem. Annak idején elmagyaráztam neked, mit jelent a vélelem. Máig tudod, mit de? Szólsz, mi? Mióta jössz velem a kocsmába? Szóval Szili Katalin, maradjon anyagom. Hát csütörtök reggel, ma reggel. Szili Katalin Betlen Jánosnál járt. Ugyanezt azt mondta neki. Asszonyom. Ezt tetszett mondani, hogy a nomenklatúrától meg kell szabadulni. Ezért ebben a nomenklatúrában betartozott Medgyesi Péter, az egykori... Azt mondja, nem kell olyan komolyan. Azt mondja, nem. Miért ezt kérdezi? Azt mondja, ezen a éjfélig tartó ülésen olyasmiről is szó volt, mint a mezőgazdaság helyzete. Miért nem tartalmi kérdésekkel foglalkoznak? Mi lesz szegény Péter? Tehát ezt tett... De miért nem a mezőgazdaság helyzetére teszünk? Ez olyan, hogyha legközelebb hazamegyek, mondjuk te vagy a feleségem. Mit kérdezel éjfélkor, én hazamegyek, hol voltál? Miért jöttél haza? Erre az ott. Te vagy a feleségem, mit kérdezel? Hol voltál, Henrik? Ne ezt kérdezd! Tartalmi kérdésekkel foglalkozni! Szarban van az államháztartás! Téged meg ez érdekel? Na, még egyszer. Hol voltál, Henrik? És az Irakban szolgál a magyar katonák, azok téged nem érdekelne? De! Ez ilyen van, amelyik érdekel. Egyébként az Irakban szolgáló magyar katonák közül bárkit jobban elfogadna, mint téged. Egész jó, egész jó színész lett a havarag. Ezt már sokat szor mondod. Tudod, hogy nyáron mennyit foglalkoztam vele? Azért a vélelemére adhatok ajándékot a Bajornak? Adjál neki. Mindenféleképpen. Kalapot. Adj ide a kajapodat! Kalapot, nem, azt nem adom, de hogy egy kis kulturált szívjál magadba. Voltam Bajrajtba, és hoztam neked, kérlek szépen, egy kulturális italt, csak a kamerának mutatom, ezen a három rajnai sellő van, a Velgunde, a Voglinde, meg a Frostide, amikor... Ezt hagyd a francba, ezt hagyd! Azt mondd neked, hány fokos a pálinka? Sódával vagy jéggel kell hallgatni. De itt vannak a sellők. Hagyd a sellőt a francba, adj ide a piátos, menjünk tovább. De ha Bajor iszik, félelom a sellőket látni. 11 és fél fokos. 11 és fél fokos. Ne viccelj. Akkor itt megtett, Harry. Kis ki közben.
Tényleg nagyon szépen köszönöm. Gondolom ajándékba kaptad te is. Hm? Ja, nem. Majd kérdezed, hogy sétálnak a Mimiből, azt mondja, vegyünk már a Bajornak valamit. Hát, a legjobbat még elmondhatom Bajajtól, de nagyon hogy rövid hát. Ezt az üveget sem váltják vissza. Na ez a legjobb Bajajtban már. A Rock'n'Boy. Három évek kivitta. Az a szörnyű, hogy nekünk mindig valami poénon kell gondolkodni, nem? Akármilyen baromságot beszél, az bejön. Hát így könnyű. A Rock'n'Boy három éve az Orbán Viktort kivitte Bajajtba a Lohengrint megnézni. Abba is van. Rock'n'Boy, Orbán Viktor, négyer legalább. És a Lohengrit. De miért pont a Lohengrit mit néztem? Mert az Istenek alkonyában nincs R betű, azért. Bocsáss meg! Azért az Orbán Viktort az Istenek alkonyára vinni. Azért ment a Lohengrit. Ezt hagyjátok benne. Ennek annyi, annyi. És az pont olyan hülyék vagyunk, mint tavasszal. Majd adok én neked Gálvölgyi sót, adok én neked. Istenem, én fölháborodva mondtam, azt mondtam, hogy pont arra vinni. Igen, a különbsége. És a Marci... Föl vagyok háborodva. Nehezen jövök ki már ebből. Hagyj fejezzem be. Fejezz be, Ákos, már. Nekem már mindegy. A Markó Ivántól tudom, hogy az Orbán Viktor vörösre tapsolta a tenyerét a Lohengrinek. Vörösre tapsolta? Igen. Hoppá! Ezt az Orbán Viktor tudja, hogy ő vörösre tapsolta. Nem lehet, hogy csak a narancstól volt sárgás. Nem lehet. És tudod, miről szól a Lohengrin? Hajjaj! A Lohengrin arról szól... Van mert hattyú, vagy ilyesmi. A professzorok Batthyány köre most azt kezdik utatni, hogy lehetne nemzeti színűre tapsolni a kezet. Igen, a különböző kalapáccsak. Zöldvér a láfutás. Na, igen. Arról szól, hogy a madarász Henrik megunta, hogy a magyaroknak fizes az adót, 9 évig fizette az adót, és elhatározza, hogy legyőzi őket, és a Lohengrin takarja a csapat vezérének, és ezután volt a Merseburgi diadal, ahol legyőzték... Ugye? Hát 934-ben. Hát... De pillanat, melyik hónap milyen nap? És az... Ne menj tovább. Melyik hónap milyen nap? Akkor Anonymous nem írta föl pontosan. Ő is ott volt? Az a lényeg... Ha nekem nem kéne nevemet adni, az én is mondanám, hogy ott voltam. Az a lényeg, hogy az Orbán Viktor annak tapsolt, hogy legyőzik a magyarokat. Nem mondom. Nem mondom. Erre mondj valamit, mert én egy hangot... De nem tehetett róla, mert németül énekelték, nem érzett. Jó van, Teddy, te is szarva vagy, és akkor így már nekem mégis van. Nos. Megyesi Péter levélben köszöntötte Boros Péter volt miniszterelnök 75. születésnapja alkalmából. Az ön életpályája példa lehet minden nemzetben és haladásban gondolkodó ifjú vagy gyakorló politikus számára. Az ön közéleti szerepvállalása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltozás után folytatódhassék hazánkban a magyar politikai kultúra egyik legértékesebb hagyománya, a mérsékelt konzervatív politika. Bizony. Viszont jobb oldalon bizonyos körökben azt mondják, hogy na, Boros Péterrel leszámoltunk, de egyébként a viccen túl helyesnek tartom. Ez az eljárás az, ami európai, ami egy demokratához méltó. A Medgyesi részéről. A Medgyesi az, hogy a Schmidt-Pánt kitüntette a Demszki, nagyon helyes. Sőt, még azt is helyesnek tartom, hogy Ibrány díszpolgárral választotta Berec János. Én úgy gondolom, hogy ez a demokrácia. Ezt hívják demokráciának. Én viszont Tamás Gáspár Miklóssal értek egyet, aki a Magyar Hírlapban 2 részes cikket írt arról, hogy politikai hiba volt ezt a fajta levelet megírni, hiszen a jelenlegi politikai helyzetben, amikor a Magyar Demokrata Fórumban Dávid Ibolya és Boros Péter markánsan egy Fidesztől, ha finoman is, de elhatárolódó politikát folytat,
ebben az esetben lovat adni a Dávid ellenfelé alá. Nem volt szerencsés a levél hangvétele. Az lehet, de az emberek ezt pozitívan fogadják, szerintem normális emberek, és ebben az országban normális emberből van több. Más iránt pedig meggyőződésem, hogy a Dávid Divaja mérsékelt politizálásának az elkövetkező 3 évben komoly eredménye lesz, és a Magyar Demokrata Fórum sokkal jobban fog szerepelni. Adná az Isten, biztos, hogy így legyen. Biztos. Adná az Isten, hogy így legyen. Érdekeseket. Szóval jókat írt Tamás Gáspár Miklós, csak az nem politikus. Tamás Gáspár Miklós cikkében van egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit sajnos a mai fiatal korosztály egyáltalán nem tud. És a hortizmust elkönyvelték egy fasisztoid rendszernek, ezt tanították a mi generációnknak évtizedeken keresztül. És azt mondja Tamás Gáspár Miklós, hogy Boros Péter nyíltan felvállalta, hogy az ő politikai példaképe, idolja miniszterként, például bevizetően Keresztes Fischer volt a Horthy belügyminisztere. Most Keresztes Fischerről tudni kell, hogy egy markáns konzervatív politikus volt, aki egyszerre csukta be a szovjetbarát kommunistákat, és simán bezáratta a nyilasokat. Tehát nekem valahol önmagában nem probléma, hogy Boros őt adja példaképnek, csak jönne már egy belügyminiszter, aki jobbra is csap, meg balra is csap. Akkor bocsáss meg, hát akkor a Medgyesinek nincs igaza, hogy megtiszteli a Boros Péter? Rossz levelet írt, rossz fogalmazással és rosszkor. Jó, hát nem egy Mikes Kelemen, hát mit csinálj? És akkor de még finomabb nekem fogalmaz. Az én állampolgári nyugalmamnak, annak sokkal jobban esik az, hogy felnőtt emberek gesztus gyakorolnak egymásnak, és nem marják egymást. Hozzáteszem, hogy Boros Péterrel volt alkalmam, és nagyon örülök, és megtisztelt, hogy talán 2 vagy 3-szor is beszélgethettem benne a stúdióban is, és kívül is, és meg kell mondanom, ennél bölcsebb emberrel kevéssel találkoztam ebben az országban. Tehát mind politikai, mind történelmi kultúrája lenyűgöző az illetőnek, tehát azt gondolom, hogy őt igenis ott kéne tartani elől, még akkor is, ha nem mindenben értek egyet vele, mert egy valaki, és nagyon kevés valaki van. Tamás Gáspár Miklós is. Tiszta, de nyitott kapva döngesz, mert a levéltényét nem bírálták ezek a cikkek. Azt mondták, hogy ideológiai engedményeket tesz. Attól még nyugodtan lehetsz nagyon udvarias, lehetsz nagyon kedves, tisztelheted, becsülheted, de hogyha összemossák az ideológiákat... De a Medgyesi nem egy ideológiának a kormányfője, hanem az országnak, amelyben 1001 ideológia van. Jó, maradjunk abban, hogy a gesztus értékelendő, a megoldás csapnivaló, de teljesen mindegy. Ne felejtsük el, hogy Boros alatt rúgtak ki minket a rádióból 129-ünket. Igen. És az a Pészabó József, aki ma ott trónol, Kondor Katalin kedvence, mentora, az a szememben mondta, hogy alkalmatlanságra hivatkozva 1994 nyarán minket, engem például alkalmatlanságra hivatkozva, Pészabó József kirúgott. Erre mi történt? Jött 1990 eljött, amikor a 50. születésnapon Hámori József, a Fidesz kormány művelési miniszterre átadta nekem a Táncsics Mihály díjat. Megtátosodtam közben. Holott nem történt más, mint hogy a Orbán kormány alatt vezettem az aktuális. Egyetlen, ami nagyon jó, hogy mi viszont te is, én is, mindannyian, mert a 13 évben soha nem lendültünk el, soha nem tévedtünk, soha nem csináltunk olyat, amelyet másképp lehetne megítélni, mint pozitívan. Kérem tisztelettel, az ember ilyen is, olyan is. Úgy gondolom, hogy aki konstruktív, végül is konstruktív, azt tiszteljük meg. Ezt tette a Medgyesi. Nem. Nincs ebbe baj, ez politika. Semmi. Maradjunk el. De a politika az nem igazságot tesz, a politika az használja az embereket, ez a helyzet. A kínai építőipari cégeknek a Magyar Autópálya program megvalósításában való részvételéről is szó esett Medgyesi Péter pekingi tárgyalásain. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter is megerősítette, hogy a kormány komolyan gondolja a kínai útépítő vállalatok meghívását a versenytárgyalásra. Most ezt a hírt ezt megfelelően kellett volna tagolni, hogy miről van szó. Megyesi arról tárgyat a kínaiak, hogy jöjjenek, építsenek nálunk autópályát. Csillag István pedig mit tartott fontosnak közölni, hogy ezt komolyan gondoljuk. Hülyén hangzik, de komolyan gondoljuk. De figyelj,
Én elolvastam a cikket, és itt van írva, hogy Kínába irányul a magyar kacsa export. És a pekingi kacsa az ki? Magyar lesz a pekingi kacsa. A Napkertében a Belec elmondott egy édes történetet, hogy kim volt a Mao Tse-tungnál, és kérdezte a Mao Tse-tung, hogy hányan vannak, és mondta a Belec, hogy 10 milliónyian. Azt mondja, igen, és hol szállnak meg? Kisebb delegációnak számít Kínában. A Marsra nem megyünk, most nagyon közel van. Marsra? Tudok egy olcsó utat. Last minute. Ha Guns N' Roses-ra lenne eladó jegyed, azt vennék. Azt tudjátok, hogy ez egy precedens értékű per lesz, hogyha ezt a Guns N' Roses szervezőket beperelik, ugye, hogy valótlanságot állítottak, mert ilyen alapon, hogyha elveszi a pert, akkor 15 év összes politikai plakátjának a készítőjét be lehet perelni, hogy miket ígértek és mi lett belőle. Ismét kipróbálhatjuk tudásunkat az RTL Klub, az ország tesztje a Nagy Kressz Vizsga című műsorában. A stúdióban helyet foglaló sztárcsapat egyik tagja lesz Csicsolina is, és Kandikó Évi nem írta bele, de én is. Hát az biztos, mert az, hogy a Csicsolinának viszonya volt egy kuplunggal, az 100%. De azért olyan táblát nem ismer, hogy behajtani tilos, mi? Csak olyat, bukkanó. És így jónak megadni az elsőbséget. Igen. A... Vigyázz, kígyó ömlés. Ez a blooper sex. Há, hogy nem? És a főútvonalról mi jut eszébe? Kinek? A Csicsolinának. Nincs fölfestve a közepe. Betalált simán. Na. Én... Igen. Azt már nem mered elmondani, mit? Nem. Ez a szembejövő forgalom, azt igen. Kacagtok, kacagtok, de jön az egyik műsorban, benyomják ide hozzánk is, majd figyelj. Hát mi is akkor benyom. Mi is benyomjuk. Miért baj nem, az? Mi? Miért baj ez a benyomjuk? Hogy én ilyenkor általában nem vagyok itt. Csak mondtam éppen az éve a napkeltében, és a feleségem megkért, hogy ne nagyon fényképezkedjek három emberrel, az Anetkával, a Csicsolinával és a Csurkával, és azt szeretném betartani. Tűj! Ez minimum három per. Minimum. Mennyivel jobb volt a Grespik? Azzal nem volt ennyi gond. Tényleg, nem volt olcsó. Nem volt olcsó, de nem is tényleg, volt. Tényleg, mi lehet a Lacival? Engem ügyvéd. Nem izgat. Na jó, izgatni engem se izgat. Ja, Istenem. Most ez a hallgatás, ő érte van? Nem, az Imi hívta a fizetőpincét. Köszönöm szépen, ma is eljöttek és megnéztek bennünket. A telefonszám 06138221144. A levél című Budapest 11-19, Fehérvári 89-95, az e-mail cím pedig heti.rtlklub.hu, és még valami, van nekünk egy kollégánk, akit Nikó Falvi Gabinak hívnak, és jobbulást kívánunk neki. Találkozunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt, ugyanezért, a viszontlátásra.